Ma stúdió monitorokról és mikrofonokról fogunk beszélni, amik a következő szintre emelhetik az audiódat és a zenehallgatási élményeidet, akkor is, hogyha csak most kezdesz bele. Egy ilyen disclaimer, hogy a Mackie elég kedves volt ahhoz, hogy elküldje nekem az USB mikrofonukat és a stúdió monitorajukat is. Ezekről fogunk beszélni. A speakereket úgy hívják, hogy CRX 3-incses verzió, úgyhogy kezdjük! Először egy intróval, mindent átbeszélünk. Csapjunk is bele, először a stúdió monitorokkal. Hogyha a felépítéséről van szó, akkor szerintem nagyon szépen néznek ki, tök jó egy ilyen fehér asztalon például, és amúgy a kis metal, fém, grillek rajta nagyon királyok. A hangzás is legalább annyira jó, stúdió szintű hangzást biztosít elérhető áron, prémium, mélynyomókkal, magas hangokkal, és mindehez egy nagyon magas minőségű erősítő társul, ezáltal érhető el egy tiszta hang, amiben jó a basszus is. Tetszik, tényleg, főleg egy ilyen áron. Fontos elmondani, hogy ez talán annak köszönhető, hogy az egész egy ilyen fa burkolatban van benne, ami egy ilyen melegséget ad, és nincs semmilyen rezonálás. Menjünk a funkciókra, és ott is, hogy hogyan tudjuk az egészet szabályozni, kontrollálni. Hát amúgy nagyon egyszerű. Különböző kis ilyen csavarható nabok vannak rajta. Az elején nagyon egyszerű, azzal tudjuk kibekapcsolni, ami jó, mert nem minden stúdió monitoron van ilyen, és ugyanez, amivel bekapcsolunk, amúgy a hangerőt is tudjuk állítani. De van rajta egy fejhallgató jack is, hogyha úgy szeretnénk hallgatni, nem kell máshol keresgetni a headphone jacket, hanem csak simán bedugjuk, és onnantól a fülhallgatónkon halljuk. Áttérve a stúdió monitornak a hátuljára, ott tudjuk beállítani azt, hogy éppen milyen pozícióban vannak a hangszórók, és hogyha a CR3X-ről beszélünk, ott amúgy csak RCA inputok vannak, de a 4-incses verziótól van 4, 5, 6 és 8, ha jól emlékszem, ott már AUX bemenetek is vannak, illetve mindegyiknek van sima és Bluetooth-os modellje is, tehát használhatjuk úgy is, nekem egy Bluetooth-os modellem van, de ott bele kell egy nagyon-nagyon pici kis csúszást kalkulálnunk, hiszen a Bluetooth technológia egyszerűen ilyen. Egy extra opció lehet az, hogyha még erősebb basszus szeretnénk, hogy egy külön mélyládát veszünk, a CR8S XBT egy 200 wattos erősítővel rendelkezik, és egy 8 incses erősítővel van felszerelve. Az ára pedig maga a stúdió monitoroknak 40 ezer forint. Kinek való ez? Szerintem az alap belépő kategóriás 3-incses verzió tökéletes ahhoz, hogy valamivel el tudjunk indulni, és mondjuk egy következő szintre vigyük az asztalunknak, az otthoni kis irodánknak, stúdiónknak a szintjét, hiszen ez is 50 wattos sztereó hangot tud produkálni magába, ami amúgy bőven elég még sok is egy otthoni stúdió vagy irodai környezetre. Na most beszéljünk a mikrofonról, ez az Element Carbon, és az Element szériából többféle van, ez amúgy mindegyik USB mikrofon, és megint, hogyha el szeretnénk kezdeni valamivel, és nem szeretnénk túl sokat költeni audio interfészre, egy olyan mikrofonra, mint a Shure SM7B, drága XLR kábelekre, akkor ez az egyszerű USB mikrofon tökéletes tud lenni, és én az EM-USB tesztelem, és ez is a hang, amit most hallotok, de kontrollnak itt van a Shure SM7B, úgyhogy hasonlítsuk össze, hogy milyen az egyik meg a másik. Én úgy gondolom, hogy maga ez az egész Element vonal egy nagyon flexibilis, rugalmas kezdés biztosít. Na veszük át, hogy milyen, ahogy ez az egész kinéz. Nekem nagyon tetszik a dizájn, tök jól néz ki az asztalon, és amúgy nagyon durván staprabíró felépítése van. Hát a Mackie azt mondja, hogy hát úgy van felépítve, mint egy tank. Na, de ez csak a külső, és mi van a belső? Hát a funkciókat tekintve van különböző 5 konkrétan olyan pattern, amit be tudunk rajta állítani, hogy a hangot miként vegye fel, és ez egy ilyen előerősítő társa, amit Onyx-nak hív a Mackie. Na, ez a 5 pattern lehet sztereó, ugye bárhonnan megy, lehet kardoid, hogy csak engem szembe, vagy pedig, ha valakivel beszélgetünk, akkor két irányú, vagy lehet szuperkardoid, ami azt jelenti, hogy még szűkebben csak a hangomat veszi fel, vagy pedig omni, ami 360 fokba mindenhol fel tud venni. Ezt
tényleg egy USB-vel csatlakoztathatjuk, nem kell XLR kábel, és hogyha egy ilyen mikrofonban gondolkozol, akkor feltehetőleg nem is szeretnél egy XLR kábelt, erősítőt, ahogy mondtam, mint ami a Shure SM7B-hez kell, csak egyszerűen tud használni, és még egy külön driver sem kell hozzá, be tudod dugni. És ahogy a stúdió monitoroknak is, itt is van egy headphone bemenet, tehát kis jackkel ezt is tudjuk monitorozni a hangot, ami szerintem nagyon-nagyon király, például, hogyha egy kolba vagyunk, és szeretnénk hallani, hogy mi történik, akkor nem kell vesződnünk semmivel, hanem csak ezt az egy mikrofont használjuk, és állíthatunk rajta mindent. De mi is az a minden? Nyilván a hangerőt, az úgynevezett gain-t, tehát hogy milyen hangosan veszi a hangunkat a mikrofon, és emellett le tudjuk magunkat némítani. Tehát visszatérve, mondjuk egy Zoom call-ba vagyunk, és éppen nem beszélünk, akkor egy gombbal tudjuk magunkat némítani, nem kell a számítógépünkön keresni, hogy ez hol van, vagy hogy tudjuk lenémítani magunkat a programon belül. A hang, amit felvesz, az elég magas minőségen van, konkrétan 16 bites és 48 kHz-es. Amivel jön, az egy mikrofonálvány, de amúgy csatlakoztathatjuk egy ilyen mikrofonos armhoz, úgynevezett boom armhoz, és egyetlen egy dolog kell, ugye egy USB kábel, amivel csatlakoztatjuk, és ez is hozzájár, tehát nem kell külön egy extra USB kábelt vennünk, és mindez 50 ezer forintért a miénk lehet. Na de kié? Kinek való ez? Én úgy gondolom, hogy bárki, aki tartalomgyártó, vagy streaminggel, vagy bárhol szeretne egy jobb hangot magának, és könnyen egyszerűen hordozni, és ahogy mondtam, meetingekre, Zoom call-okra, vagy bármi ilyesmire való. És ilyen áron, ilyen funkciókkal kevés az a mikrofon, amit találhatunk, hogyha te gondolkozol abba, hogy legyen egy jobb minőségű audiód, és most akkor kapcsolgatom megint oda-vissza a Shure SM7B-vel, vagy pedig a Mackie-nek a mikrofonjával, akkor ezzel el lehet kezdeni, el lehet indulni, és ilyen áron bedughatjuk a fejhallgatónkat is, nagyon sok dologra tudjuk használni, és hogyha az egészet összepárosítjuk amúgy a stúdió monitorokkal, amiről fontos elmondani, hogy ezek nem hangfalak, tehát sokkal tisztább hangzást, minőséget biztosítanak nekünk, mint egy sima hangfal tudna. Úgyhogy ha a stúdió monitorokkal összepárosítjuk ezt a mikrofont, lesz egy kezdő olyan szintű kis home office stúdiónk, amiben tényleg úgy érezhetjük magunkat, hogy egy profi szinten kreálunk, anélkül, hogy elköltenénk annyi pénzt, mint amit mondjuk egy Shure esetében kellene. Te hogy érzed, melyik irányba mennél? Valamit olcsóbban, árértékarányban, sokkal kedvezményesebben szeretnél kijönni, vagy ha már költesz ilyenekre, akkor tényleg legyen a legmagasabb minőség, és kvázi pénz nem számít, nyilván ez egy 150 ezres mikrofon, a Shure, ami kb. Háromszor annyiba kerül, mint a Mackie, de ennél is van sokkal többért mikrofon, mondjuk 500 ezer forintért. Ezek nagyjából a szintek. Folytassuk a beszélgetés kommentbe, érdekel-e még bármi, mondd el kérlek, és hogyha most találkoztunk először, és végignézted a videót, vagy hogyha nem először találkoztunk, akkor is nagyon szépen köszönöm, de aki elsőként van itt, nyomj rá a feliratkozás gombra és a csengőre is, hogyha érdekel, hogy hogyan válhatsz egy freelancerré, vállalkozóvá, és szeretnél valamilyen tartalomgyártó lenni, videós, vlogger, podcasteket készíteni. Ugyanis a csatornámon két részről beszélek, az egyik, amikor olyasmi eszközöket, mint amiről ma is szó volt, bemutatok, de van lencsékről, gimbalokról, fényekről szó, de a másik oldal az, amikor van egy konkrét projektem, megbízásom, akkor egy vlog stílusba elviszlek téged magammal, és megmutatom azt, hogy hogy építem fel a szettet, mit talál ki, miként veszem fel, hogyan színezem, milyen hangeffekteket használok, és amúgy, ha már vállalkozásnál tartunk, a háttérben, hát most nem teljesen látom, hogy hol van a könyvem, ugyanis tavaly kiadta a HVG Válj Valóra címmel, én márka, produktivitás hackek, life hackek, mindenféle ilyen dologról szól a könyvem, amiről csináltam egy napi vlogot is, azt amúgy a like gomb alatt, amit nyom be, a leírásban mindent megtalálsz róla, egy könyvvásárlásával amúgy támogatsz engem is, a csatornámat is, és garantálom azt, hogy biztos, hogy valamilyen értéket neked is fog adni.
Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted a videót, a következőben találkozunk. Szia! Sziasztok!